Nagy tisztelettel köszöntöm a Szombathelyi Televízió minden kedves nézőjét, a hétfő akkor aréna. Kezdjük sportosan ezt a hetet is. Hogy mi mindennel foglalkozunk, ebben a mai adásunkban lesz futszál, hiszen a Kútház Haladás VS-e futszál csapata ma kezdte meg a felkészülést. Aztán foglalkozunk kézilabdával, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiával egészen pontosan, hiszen nyakunkon van már az új szezon. Foglalkozunk atlétikával, azon belül kalapácsvetéssel, ezen belül is a dobó esélyben kiváló teljesítményt nyújtó ifjú tehetségekkel, illetve egy nagy visszatérővel, Pars Krisztiánnal, akivel hétvégén készítettünk egy hosszabb lélegzetvételű interjút, ezt is majd megtekinthetik kedves nézőink. Kitekintést nyerünk a nemzetközi diákjátékokra, amelyeket idén az oroszországi UFA-ban rendeztek meg. A kint lévő küldöttségből Barci Csaba és Gyűrűs Hanna tiszteli meg mai jelenlétével a műsorunkat. És adásunk végén egy kicsit tekézünk, hullanak majd a kugli bábuk, hiszen kezdetét vette a Szent Márton tekebajnokság, Szent Márton kupa, egészen pontosan erre a névre keresztelték. Ezzel várjuk tehát kedves minnyájukat ma az adásban, a képernyők elé. Most pedig akkor, ahogyan ígértem, kezdjünk egy kis futszállal, hiszen Siffer András helyett most már Huanra vezényelte azt az első felkészülési edzést, aminek majd a végén, augusztus közepén talán csúcsformába lendülnek majd a játékosok, hogy újra belevethessék magukat a bajnoki küzdelmekbe. Alig több mint egy hónap telt el a bajnoki döntő párharcának utolsó mérkőzését követően, és már nyakunkon az újabb szezon. Hétfőn reggel a Haladás szinte valamennyi futszálos a munkára jelentkezett. Nagyon rövid volt a nyár. Talán az összes sportoló ezt érzi. Vége van a küzdelmeknek, aztán egy rövid pihenő után egyből vissza kell térni, bele kell rázódni, hogy el kell kezdeni az alapozást minden sportágban, a futszállal is így van ez. Előbb kezdődik a bajnokság majdnem két héttel, úgyhogy ezért kezdünk a mai nap. Hát nagyon elégedettek voltunk az András, Siffer András teljesítményével, ennek ellenőre mi fél évet egyeztünk meg vele annak idején, ezt korábban azt hiszem le is nyilatkoztuk, és hát szerettük volna, hogyha a csapat még tovább fejlődik. Ugye Horrát azt ismertük Győrből, elég régóta Magyarországon tartózkodik, sikereket ért el a nemzeti csapatával, Európa bajnok a spanyolokkal, úgyhogy egy komoly szakmai múlt áll mögötte játékosként. Hát az edző karrierjét azt most kezdi, úgyhogy remélem, hogy itt Szombathellyel olyan sikereket ér el, mint játékosként Győrrel. Nagyon örülök vagyok, hogy itt vagyok a Szombathelyen, és szerintem nagyon jó csapat vagyunk, Mártavaj, nagyon közel voltunk, hogy nyerni a bajnokságot, és lesz kettő új játékosok, és szerintem erősebb leszünk, és szerintem van lehetőség, hogy idén majd nyerünk a bajnokságot. Szerintem mindenet szó akarunk, ugyanaz akarunk, hogy a játékos 100%-ig lesz a pályán, amikor ott vannak, és szeretne, hogy mindenki elbízni a pályán, és szerintem ha egy család, ha egy jó csoport vagyunk, akkor könnyebb lesz sikerülni a célokhoz. A holt szezonok legfontosabb kérdése mindig az, hogy ki marad és ki megy. A Haladásnál ráadásul alaposan felértékelődött a keret, lévén, hogy a döntőig masíroztak a szombathelyiek. Az ilyenkor mindig egy nagy feladat, hogy az ember, vagy hát a csapat, a klub együtt tudja tartani az értékeit. Hát ez nekünk most sikerült, hogy ezt köszönhetjük a szponzorainknak. Talán mindenkit megtartottunk. Fél évkor a két erősítésnek, akik érkeztek, az a két fiatal játékosunkat nem hívtuk vissza, eligazoltak. Helyettük érkezik és érkeznek egy spanyol és egy brazil játékos. Ezzel kész is van, azt hiszem, az átigazolásunk, a külföldieket illetőleg, hát meg nagy számban számítunk az utánpótlásunkra. Már csak azért is, mert feljutottunk az NB2-be, úgyhogy most mind a két osztályban vitézkedni fogunk, és átjárás lesz a két osztály között a játékosainknak. Az újonnan érkezők közül a spanyol Luis García már a többiekkel edzett hétfőn.
Azért jöttem ide, mert fejlődni akarok és segíteni a csapatnak, és megpróbálok mindent elkövetni, hogy céljainkat elérjük. Én egy versengő típusú játékos vagyok, aki szeret taktikázni a pályán, szerintem ezzel is hasznára tudok lenni a csapatnak, fogalmazott Garcia. Pokáját és Sáncest már nem láthattuk a pályán, ahogy Drót Zoltán sem, ám Magyarország egyik legjobb futsaljátékosa nem eligazolt, hanem műtét után lábadozik. Egy porcműtétem volt, egy porctisztító műtét volt. Köszönöm, jól vagyok. Már 3 hete elkezdtem a rehabilitációt. Nagyon jól halad szerencsére. Hát egy 2 hét múlva azért szeretnék a csapattal együtt készülni, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok. Drót Zoltán kulcs szerepet játszott tavaly a bajnoki ezüst megszerzésében, lejáró szerződését sikerült meghosszabbítani. Köszönöm a vezetőknek azt, hogy pozitívan álltak hozzám, és szerettek volna azt, hogy maradjak. Én ebben abszolút partner voltam. Egy nagyon jó szezont futottunk, én úgy gondolom, annak ellenére, ugye, hogy nem sikerült megnyerni a bajnokságot. De azért engem ez valamilyen szinten motivál az, hogy itt Szombathelyen magasba emelhessük a trófeát. Úgyhogy ennek a vezetők mindent el is követtek, ugye egy új stáb alakult ki új játékosokkal, úgyhogy nem lehet más a célunk, mint hogy ebben a szezonban megnyerjük a bajnokságot. A 2019-2020-as bajnoki szezon augusztus közepén rajtol. Újdonság lesz, hogy a jól megszokott hétfő mellett pénteket és szombatot is versenynappá nyilvánította a szövetség. Kedves nézőink, futszál után, tehát akkor következzen női kézilabda, hiszen városunk több mint 40 esztendőt követően ismét büszkékedhet női élvonalbeli kézilabda csapattal. Műsorunkban köszöntöm vendégeinket, Diana Jovetichet és Pődör Rebekát, az SKK a játékosait, és a Siker Kovácsot, nem utolsó sorban Marosán Györgyöt, Gyuri. Lányok, szervusztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Üdvözlöm is, téged is, kedves nézőket is. 2 héttel ezelőtt kezdődött el az izzasztó felkészülés az új szezonra, de talán egy kicsit vissza is tekinthetünk, mert te eddig még ritkán szerepeltél a műsorunkban, és a szakmai részét meg te tudod csak igazán hozzátenni mindazokhoz a sikerekhez, amikről eddig többekkel beszélgettünk. Nagyon hosszú út vezetett a bajnoki címig, és én most visszaemlékeztem egy picit, amíg rá készültem, rá hangolódtam erre a műsorra, és nagyon szépen megfogalmaztad 1 évvel ezelőtt, hogy amikor munkához láttatok, hogy ez a csapat akkor is a tiéd lesz, amikor kikap, akkor is, amikor nyer. Ez a világ legjobb csapata a te szemedben, és lám-lám, ez a világ legjobb csapata, ez a földbe döngölte, mint úthenger úgy ment végig az előző szezonban az NB2-ben. Ennek eredményeként most NB1-es csapatot ünnepelhetünk, újfent, újból szívből gratulálunk. Mik a teendők? Irdatlan minőségű játékosokat sikerült igazolni, de hol is tartunk egészen pontosan, mi ma az SKK, milyen reményekkel nézhetünk elébe az NB1-nek, Gyuri? Igen, először is köszönöm szépen a megszólítást és magát a meghívást is a műsorban. Talán most debütálok, ha jól emlékszek, bemutatkozó süteményt, illetve más nem hoztam, de majd ezt pótolni fogjuk. Én akkor, amikor volt a sajtótájékoztató és a bemutatkozásunk jó 1 évvel ezelőtt, én akkor is ugye azt mondtam, amit most te is említettél, illetve kiegészítem azzal, hogy azt is megemlítettem, hogy ez egy közös siker tud majd lenni, és csak együtt tudunk a csúcsra törni, és ebben a médiát is megemlítettem, és ezúton is van ezt az alkalmat, ennél jobb alkalom nincs is, hogy megragadjam, hogy köszönöm szépen azt, hogy ti is a csapatunk részei voltatok, és korrekt módon tájékoztattátok, és segítettétek a munkánkat. A tavalyi év tényleg talán még nem várt módon is sikeres volt az, hogy 100%-os teljesítményen, illetve vereség nélkül egy döntetlennel sikerült megnyerjük a bajnokságot egy rendkívül fiatal csapattal, és a bajnokság megnyerése mellett én gondolom legalább akkora siker, hogy fiatal játékosokat sikerült nem beépíteni a felnőtt csapatban, hanem felnőtt játékossá fejleszteni őket, és gyakorlatilag húzó emberekké váltak azok a szombathelyi fiatalok, akiknek az építését. Hát nem is elkezdtük, de folytattuk, amit az előző években velük, amilyen képzésen ők átestek. Beléptek a felnőtt korban, gondolom a Csira Fanni is, a Pődör Rebeka is, és nincs annál jobb bizonyíték, mint hogy ebben az NB1-es csapatban is komoly szerep fog rájuk hárulni. Ez most már az edzőmérkőzés, amin túl vagyunk, ott is láttuk. Egy biztos, hogy a tapasztalatot azt nem fogjuk tudni
megtanítani edzésen, vannak szituációk, amiket át kell élni, ebben türelmesek kell legyünk mi is a szakmai stábban, a fiatal játékosok, a fiatal játékosoknak is magukkal szemben, de én szerintem nagyon jó úton jár a klub az alapfilozófiát tekintve, vagy a fiatal játékosoknak a felépítése, és már át is kötöttem ezáltal az idei évre. De természetesen ez úgy működik csak, hogy én úgy gondolom, hogy ennek a városnak szüksége van első osztályú klubra, és ezeknek a fiatal játékosoknak pedig valakitől tanulniuk kell. Nem feltétlenül elég az, hogyha egy egyéni képzésen én ezt elmondom, hogy hova cselezel, mit csinálsz, hogyan ugrasz fel, hanem ezt legyen egy posztársa, akitől ezt látja, hogy a másolódásnak a folyamatával tudjon élni. Én gondolom, hogy sikerült olyan rutinos embereket igazolni, akiktől tudnak tanulni a fiatal szombathelyi lányok, játékosok, és ez egy olyan egyveleg, ami az én érzésem szerint, ha egy éve azt mondtam, hogy az én világom legjobb csapata, ez megint az én világom legjobb csapata. Én nagyon örülök, hogy tényleg önállóságot kaptam és bizalmat kaptam, hogy összeállíthattam a keretet. És a 2019-2020-as Marosán válogatott is összeállt, úgy gondolom, és tényleg biztos lehet, hogy vannak mások szerint jobb játékosok náluk, de az én mentalitásomhoz, ahhoz a rendszerhez, amit én szeretnék játszatni, ők a legjobbak, és amit mondtam, amit az egész évre ígérhetek. Én most nem szeretném itt belemenni abba, hogy a Békés Csabát, a Szent Istvánt, vagy kit fogunk megverni. Én egy valamit ígérhetek megint, hogyha valaki kilátogat a mérkőzésünkre, mi szórakoztatni szeretnénk a küzdelmet, azt látni fogja, a parkettát, hogy felszántjuk azt látni fogja. Én megint ezt tudom ígérni, és hogyha ez a mentalitás megvan, ezt a mentalitást át tudom adni a játékosnak, illetve együtt át tudjuk élni ezeket a pillanatokat, akkor abban megint egy nagyon szép siker tud lenni. Hát amikor azt mondod, hogy tapasztalt játékosokkal erősödtetek, akiktől tanulhatnak a fiatalok, ez még egy finom megfogalmazás, és most Dianára tekintek, akinek lassabban teszem fel a kérdést, mert értő magyarul és tud is magyarul, csak szereti ezt titkolni. Tudod te, hogy hova érkeztél, vagy tudtad előzetesen, hogy milyen csapat is épül-szépül Szombathelyen? Mit tudtál az SKK-ról? Tudtam mindent. Beszéltem sokat a Gyurival, és Gyuri mondta minden, hogy itt edzünk, ki jön ide, milyen csapat itt lesz, és tudtam minden előbb. Lehet, hogy Diana Jovetićet nem ismerik a nézők, bár én szerintem ők vannak kisebbségben, ugyanis a többség biztos, hogy tudja, hogy kicsoda, micsoda Diana Jovetić, egy BL győztes játékos tisztelhetünk a személyében, akivel nem akármennyit erősödött a csapat. Mint BL győztes játékosként kérdezlek, hogy most milyen erőt képviselhet a következő szezonban a csapat, illetve egy-két élményedet, akkor légy jó, oszd meg velünk egy-két bajnokok ligája győztes élményedet. Milyen is az iszonytatóan kemény kézilabda, amit mondjuk a bajnokok ligája megkíván? Milyen a kemény kell védekez játszani, biztos ez a legfontos, és utána ez indítás van, ez a legjobb kézilabda, modern és minden, de ez kell sok edzés, sokat gyakorolni kell, és utána remélem, hogy mi játszunk ez. Azt is biztos, hogy tudod, hogy véleményünk szerint, illetve a szakma véleménye szerint is a magyar talán a legerősebb világviszonylatban. Okay. Nálunk van a BL győztes, a jelenleg regnáló, meg az EHF kupa győztes is. A második EHF kupa, tehát a másodikat, az EHF kupa győztes Siófokot például, a második fordulóban mi látjuk itthon majd vendégül. Hogy vélekedsz erről, illetve milyen a megítélésed a magyar bajnokságról? Ez a legerősebb bajnok. Én játszottam itt 4,5 év, és tudom, hogy nagyon jó liga, nagyon jó játékos itt játszani, és minden meccs ez nagyon nehéz, de ez nem, minden meccs nem tudod, ki nyert, ez a legjobb a csapat, de mindenki lehet nyerni, mindenkinek. Oké, Győr ez legjobb, és a Fradi, de minden más mehet játszani. Amikor tavaly újra és újra neki mentetek az ellenfeleknek, akkor, ahogyan Gyuri is mondta, egy fiatal mag volt az, ami újra és újra felvette a harcot az ellenfelekkel. Most ez a fiatal mag, ez kiegészült olyan tekintélyes játékosokkal, mint Diana, vagy éppen a VB ezüstérmes
úgymond nagy öregek, tehát egy másik generáció. Ez mit jelent számotokra? Mit éreztek? Mennyivel vagytok többek, Rebeka? Hát ez nagyon sokat nyom alatba, hogy rengeteg tapasztalatuk van, és hogy egyszerűen csak tanulni tudunk tőlük, meg nagyon sokat segítenek. Szóval tényleg így az edzés folyamatosan arról szól, hogy így ugye a Gyuri mellett ők is próbálnak nekünk segíteni ugye a fiatalabbaknak, és szerintem ez nagyon jó, és ez csak így a csapategységet is csak így növeli. Ha jól tudom, akkor 8 felkészülési mérkőzés vár rátok, ebből egy lement most hétvégén a Dunaújváros ellen, ez volt úgymond a bemelegítő, hogy láttátok ezt a mérkőzést, hol tartotok most a felkészülés mely fázisában? Én mindig azt mondtam, hogy még felkészülési tornát nem nyertem soha, ez mondjuk a télen ez már megtörtént, Szombathelyen azt is sikerült nyerni, illetve Hajdnáláson, de ez edzőmérkőzésekre soha nem úgy tekintek, hogy ez mindenképpen meg kell nyerni. Most nagyon az elején vagyunk, ez egy nagyon hosszú folyamat, mire ennyi új játékos, tehát gyakorlatilag teljesen új csapatot építünk, amíg azok a játék kapcsolatok működni fognak, páros-hármas kapcsolatok, gondolít akár a támadási manőverekre, védekezésbe zárt hatos van, nyitott védekezés, tehát ezekre használjuk fel az edzőmérkőzéseket, és az eredmény az tényleg másodlagos. Lehet, hogy teljesen ugye egy mérkőzés, hogy hogyan menedzselek már szeptembertől, ahhoz látnom kell, hogy ki hogyan működik egymással. Bemelegítés volt, igen, a monotonitás kicsit megtörni a Dunaújváros meccs, de ez inkább az épülő folyamatnak a részei az edzőmeccsek. Tehát most a hétvégén is, ami lesz két edzőmeccsünk, senki ne várja azt, hogy dupla kínait fogunk csinálni, és hogy már most meg fog jelenni a szórakoztatás. A küzdelem, amit elvárok, az biztos a mentalitás, tehát az mindig képviselnünk kell edzésen, mérkőzésen. Egyelőre még a szép dolgokat talán nem most várhatóak hétvégén, hanem majd szeptembertől bízok benne. Ha már hétvége, akkor pénteken ugye Móvár, Mosonmagyaróvár, szombaton pedig a dél-koreai válogatottal méritek össze tudásotokat, ez két teljesen más kávéház. A Mosonmagyaróvár azt hiszem 10. lett az előző bajnokságban, a hazai bajnokságban. Mit kell róluk tudni, illetve most egy Mosonmagyaróvárral szemben mire lehetünk képesek, hol tartunk? Ugye ez azért a középmezőnek az alja volt, ha... Én szerintem nem. Én nem gondolom azt, hogy nekünk a Mosonmagyaróvárral kell majd versenyezni, és legalább az én elvárásaim szerint, hanem a saját munka, ahol tartunk. Tehát egy százas skálán körülbelül egy olyan 30-35-nél tartunk azt a 30-35%-ot, azt rakjuk oda a pályára. Tehát én inkább saját magunk, hogy ahol tartunk, amelyik támadási manőverből milyen döntést hozunk, illetve a védekezésben, a védőkapcsolatokban hogyan történnek meg akár a váltások, most ebben azért nem akarom mutatni a nézőket. Inkább én azok az elvárásaim. Most, hogy ez éppen azt fogja jelenteni, hogy a Mosonmagyaróvár ellen nyerünk 4 góllal vagy 5 góllal, lehetek úgy is szomorú majd pénteken, hogy nyerünk 8 góllal a Mosonmagyaróvár ellen, mert nem láttam azokat a dolgokat, amiket gyakoroltunk, meg lehetek majd akkor is boldog, ha kikapunk 8-at. Tehát az edzőmérkőzésen nálam az eredmény abszolút nem jelenik meg. Én azt akarom látni a visszacsatolást, ami ez a hétnek a feladata volt, az pénteken, szombaton lássam. Szombat egy speciálisabb esemény lesz, mert azért Dél-Korea a világ top válogatottjai között van, tehát kb. A 10-15 között van. Egy olyan stílust képviselnek, ami a magyar kézilabda stílusnak soha nem feküdt. Élvezzük a játékot, és ez az egésznek az alapja, hogy a mentalitás, amit mondtam, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, ezt akarom látni szombaton is, mert egy olyan stílusra fogunk találkozni, mivel talán a magyar bajnokságban nem is fogunk találkozni, de mikor próbáljuk ki, ha nem egy edzőmérkőzésen, úgyhogy én abszolút azt várom csak, hogy élvezzük, és gyakoroljuk azt, amit a héten csináltunk. Diana, hogyan érteted meg magadat a magyar játékosokkal, a magyar maggal, és az újonnan veled együtt érkezettekkel, az idegen légiósokkal például. A közös hangra vagyok kíváncsi, tehát az összhang a régiekkel, a fiatalokkal, és akik veled együtt érkeztek, idegen légiósok, hogy őket mennyire ismerted azelőtt, vagy most kezded őket megismerni, mit tudsz a veled együtt érkezőkről, akik veled együtt érkeztek. Igen, én tudom játékos, ki most jöttek, de fiatalok, Szombathely, nem tudom sokat, sajnálom, de most ezért tudtam minden. De játszottam Tomaševićével, a Danielba, és látom a Bandeve, játszott a Fehervár előbb, Majer is, és a Flofi.
kapus, Siteki Flóra. De is volt a Fehérvár és a Budaörs. Tudom, játékos ki jöjjön ide, de most kell gyakorolni mindenkinek, és egy csapat csinálni, de mit játszott ott, ez a másik, mit mi kell játszani, ez másik, és nem tudom, hogy most megnéz minden. Ugye még azt szeretném föltenni, bár most már lassan kifutunk a beszélgetésre a szánt keretidőből, hogy, de talán ezt az edzésen is föltettem ezt az izgalmas kérdést, hogy hogy sikerült ilyen nagy neveket ide csábítani Szombathelyre? Mert ezek bárhol komoly erősítések lennének, még a tavalyi középmezőnyben szereplőknek is szerintem jelentős igazolások lennének, hát még nekünk. Én gondolom, hogy van egy koncepciója a klubnak, ami tetszett a játékosoknak, és a klub, amit képvisel értékeket, illetve hát nagyon örülök neki, hogy talán álszerénység nélkül mondhatom, hogy valahogy ragaszkodtunk egymáshoz, ragaszkodtak a játékosok, és hozzám én ismerem régóta az új igazolásokból a jó párat. Én a Bandelébien, a Bandeliert próbáltam már egy korábbi klubomhoz is oda csábítani, tartottuk a kapcsolatot, ismertük egymást, és ugyanígy a Katya Tomaševiccsel is ellenfélként találkoztunk, illetve a Lilia Gorilszkával, a Dianával is ellenfélként találkoztunk, ismertük egymást. Mondjuk ő nem az egyszerűen meggyőzhető játékosok közé tartozott, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó munkakapcsolat lesz, és a jókat dominálnia kell, amit mondtam korábban is, hogy élvezzük az egészet. Nagyon jó sportembereket sikerült igazolni, és szerettek volna Szombathelyre jönni, velem dolgozni. Ez talán a legnagyobb öröm, hogy így tudunk majd működőképesek lenni. Nagyon sok sikert kívánunk a felkészülés során, nem mellékesen a bajnoki rajtra, majd a Kisvárda ellen idegenben, szeptember 1-e, 2-a lesz, 2-a azt hiszem. Az igen. A hétvége, de augusztus 30-a most folyik az időpont egyeztetés, de augusztus 30-án lesz minden bizonnyal a Kisvárda mérkőzés. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk, figyelemmel kísérjük. Diana, Rebeka, Gyuri, tényleg erőt, egészséget nektek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a svédországi Gävlébe megrendezett U23-as Európa bajnokságon Halász Bencének nem sikerült a címvédés, mert Alberto González, ez egy spanyol fiatalember, 22 centivel túlszárnyalt a 74-36 méteres egyéni rekordjával Bencének a hajítását. Ezen a viadalon Rába Dániel, ugyancsak a dobóese versenyzője, negyedik lett. Aztán ugyancsak Svédországban rendezték az U20-as Európa bajnokságot, ahol Varga Donát szenzációs eredményt elérve egyéni csúcsát megdöntve negyedik lett, és német Janet pedig 61-99-es dobásával Valeria Ivanenko és Samantha Borutta mögött a harmadik helyet szerezte meg kalapácsvetésben, ez is egy szenzációs eredmény, ez is dobóese. És ha már dobóese, akkor lássuk, nézzük, hogy mi a helyzet Pars Krisztiánnal, aki letöltötte másfél éves eltiltását. Július 27-én kezdőkörbe szeretne állni a bajnokságon, a magyar bajnokságban, illetve dobókörbe, de nem kis kockázatot vállal ezzel, hiszen a bal térde az nagyon-nagyon beteg. Igazából tényleg kicsit elég rossz a helyzet, abban a szempontból, hogy van egy sérülés, ami hát december végén jött ki. Igazából nem tudtuk, hogy mi és mikor, hogyan sérülhetett meg a dolog. A jelen pillanatban annyit tudunk, hogy januárban felkerestem a sportkórházat, ahol egy vizsgálatot kértem, hiszen muszáj volt, tudjuk pontosan mi a probléma. Meg is vizsgáltak, igazából nem találtak olyan dolgot, amire azt lehetett volna mondani, hogy egyből műtét. Úgyhogy megpróbálkoztunk egy gyógytornával, ami nem sikerült abban a szempontból, hogy javítson a helyzeten. Így február 11-én befeküdtem egy műtétre, hogy belenézzünk, hogy mi lehet a probléma. Amit találtak akkor abban a műtétben, az volt, hogy a 2000-es műtétemből maradt ott egy hegesedés, ami betokosodott, ezt ki kell pucolni, ez sikerült is. De sajnos nem azt a problémát találtuk meg, amit meg kellett volna. Március közepén ugye nekiálltam az edzéseknek, a teljeskörű edzéseknek, és így március vége felé újra jött a probléma, és elég nagy fájdalommal. Úgyhogy újra fel kellett keresnem egy szakembert, a Majzik Ernő főorvos urat, aki megnézte az emeli felvételt és mondta, hogy az inszalagnál van probléma. Ő azt látja, hogy ez egy műtét, ami
ami egy 4 hónap kieséssel járna. Úgyhogy hát akkor eléggé kicsit magam alá kerültem, és mondta, hogy próbálkozzak, csináljam, figyeljek azokra a dolgokra, amik problémát okozhatnak erre a térre. Hát a dobást is sajnos semmiként nem lehet elhagyni. Itt elhagytam egy-két olyan szögdelő gyakorlatot, amit éreztem, hogy nem jó neki. Mellette, hogy a súlyom és ezeket tudom csinálni, csak igazából sajnos vissza kellett vennem egy olyan 60-70%-ra. A dobásban közel 60%-ra, erősítésben 70%-ra a munkát, ami annyit jelent, hogy fogásszámban nem tudok annyit megcsinálni, meg dobás számban sem tudok annyit megcsinálni. Most például visszottam dobni 25 dobás, most ez a 14-16-nál abba kell hagynom, mert utána nincs értelme annak, hogy feszélyesem azt a határt, hogy valószínűleg elszakadhat egy inszallag. Március közepe óta egy minden napom egy olyan szenvedés és kihívás, hiszen azt túlélni a mindennapokat, hogy nem úgy tudok dobni, ahogy én szeretnék, és érzem, hogy bennem van a lendület, a mozgás, hiszen jó volt már rá példa, amikor edzésen ez a 76 körül elmény megvolt, és akkor kezdtem bízni a helyzetbe. Csak hát akkor, nem tudom, valahogy nem éreztem azt a fájdalmat olyan szinten a lábam, hogy zavarjon dobás közben, de viszont azt mondtam meg egyre többször, és már volt olyan, hogy már 20 millióta folyadékot is le kellett színni, hiszen a folyamatos gyulladás és a torziós mozgás miatt ez állandóan vizesedik, és ezt kezelni kell. Vissza kell kerülnöm abba a kerékvágásba, vagy kellene kerékvágásba kerülnöm, ami a sporthoz kell. Ugye itt azért támogatási rendszer, meg olyan dolog, hogy fel tudják készülni a Tokió olimpiára, hiszen most nem tudok produkálni, akkor valószínűleg nem lesz támogatásom a Tokió olimpiára, és ha meg lesz a műtét, akkor nem tudok önrendelte nekiállni, hogy biztos legyen az a háttér. Úgyhogy megküzdök azért, hogy az országos bajnokságon, ami ugye jövő héttel lesz, sikerüljön legalább egy 75 méter dobnom. Én bízok magamban, de ez az adott helyzettől fog függeni. A lábam elbírja azt a terhelést, azt a torziós terhelést, amit mondjuk egy 76-75 méteres dobásnak kell. A világbajnokság, hát jelen pillanatban ugye azt kell látni, hogy 76 méterrel ott lehet lenni a legjobb 12-ben, akár még a 8-ban is, ugye ez mindig ott is az adott pillanattól függ, hogy ki még korát tud dobni. Ugye 76 a szint, most szerintem, hogy 75-20-a már ki lehet menni, hiszen ugye feltöltik a mezőnyt a 32-es indulási létszámhoz. Úgyhogy én mondom, bízok abban, hogy ki lesz a világbajnokságon, és döntőbe tudok kerülni. Nekem igazából ez a fő célom idén, de az elsősorban az persze, hogy rendben jön a térdem, és jövőre egy teljesen Pars Krisztián legyen, és fel tudjon készülni arra a Tokió olimpiára. Hiszen én úgy érzem, hogy mindig még a súlyok is mennek, tényleg mindennel tudok futni, tök jó esik az edzés, meg jó esnek a dobások is, de viszont a fájdalom nem esik jó. Az már olyan, hogy most így 20 év után már nem az én barátom az a fájdalom, akivel meg tudok küzdeni minden nap. Sok sikert kívánunk, Krisztián, akikről pedig a Krisztián előtt zengedeztem, azoknak pedig természetesen szívből gratulálunk, és további sok sikert kívánunk valamennyiüknek. Most pedig folytassuk a nemzetközi diákjátékokkal, amelyet idén immár 53. alkalommal Ufában, Oroszországban, azon belül is a Baskír köztársaságban rendeztek meg. És a magyar küldöttségnek tagja volt mások mellett Barci Csaba, a Haladás Viktória elnöke, nem mellesleg futballedző, és Gyűrűs Hanna, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola úszója. Szia Hanna, szép jó estét kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Nyújtsunk egy kis tájékoztatást erről a nézőknek, jó, hogy milyen küldöttség ment ki, ugye itt elsősorban 12 és 15 éves gyermekekről van szó, akiknek ez egy olyan kiugrási lehetőség megmutatni a tehetségüket, hogy miben jó, és abban miért jók, hogy és mint jók. Elnök úr, akkor megadnám a szót, és akkor hogyan is kezdődött az egész, hogyan mentek ki Ufában, zökkenőmentes volt az út, vagy nem, volt-e valami kis bibi benne, de én azt gondolom, hogy azért ezek már zökkenőmentesen zajlanak. Igen, üdvözlöm én is a nézőket. Gyakorlatilag ez városok részére kerül kiírásra. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 14-15 éves korosztálynak szinte egy kis olimpia, tehát 9 vagy 10 sportág vehetett részt, az adott városok eldönthették, hogy melyik sportágba indulnak. A korábbi demagógiákkal ellentétben én azt gondolom, hogy Oroszország nagyon sokat fejlődött, Moszkva gyönyörű világváros, 12,5 milliós lakossággal, mi pedig onnan tovább Baskíriába, ugye Ufába, a köztársaság fővárosába mentünk.
1 050 000-es lakosság, hát 70 km hosszú a város, tehát gyakorlatilag már az is egy sportteljesítmény volt, hogy a helyszínre ugye kijutottunk, és nagyon sokszor reggel korán kellett kelni, ráadásul 3 órával a időzóna abba az irányba van, tehát magyarul a 6:45-kor volt ébresztő, az magyar idő szerint 4:45 volt, ami szintén egy kicsit megviselte a sportolókat, de én azt gondolom, ahogy az eredmények mutatják, ezen mi bőven túltettük magunkat, minden sportágban sikeresek voltunk, én azt gondolom, hogy maximumot ki tudtuk hozni a csapatból. Ugye egészen pontosan 3 sportágban mérettették meg magukat a szombathelyi fiatal tehetségek, labdarúgásban, strandröplabdában és úszásban. Ezek közül Hanna az úszásban jeleskedett. Itt most vannak nekünk különféle se nem ereklye, se nem relikvia, hanem ezek elismerések, nem elsőleg azokról az érmekről szólván. Mik is ezek pontosan, hogy sikerült ezeket elérni? Egyáltalán milyen volt a mezőny? Erről egy kis áttekintést hadd kérjek, Hanna rád nézek. Hát igazából szerintem ez mindenképpen nehezebb, mint mondjuk egy itthoni bajnokság, mivel itt az országnak és több országban is több versenyző érkezik erre a versenyre. És igazából nagyon változó, hogy sikerül, mert van, hogy egyik évben jobbak jönnek, valahogy másikban pedig kevésbé, de nekünk nem is ez volt a fő versenyünk, hanem az országos bajnokság, ami már ezelőtt volt, de ehhez képest mégis úgy érzem, hogy jól fel tudtunk erre készülni, és maximálisan helyt tudtunk rajta állni. És hát én ezt az egyik érmet a váltóval szereztem, a 4x100-as gyors váltóban, az ezüstérmet az 50 méteres hátúszásban, és a másik bronzot pedig 100 méteres hátúszásban. Milyen volt a mezőny, hogyha a többieket vesszük alapul? Tehát kikkel mérkőztél meg, kik voltak a legnagyobb ellenfeleid, illetve hát ha a csapatról van szó, akkor ellenfeleidtek? Hát igazából minden úszásnemben mások voltak mindenképpen, és szerintem ők is most jó időket úsztak így hozzánk képest is. Az úszók mellett még labdarúgókat is vitt magával a magyar delegáció. Elsősorban a Haladás Viktóriából 8 játékos, Kislantos Hannát, Német Adél, Balogh Sárát, Pálfi Barbarát, Novák Lucát, Német Mirtil, Sali Veronikát, Német Viktóriát, és hát ugye edzőként Barci Csaba kísérte őket. Ők, róluk mit lehet tudni, ők hogyan? Hát ők egy nagyon tehetséges generáció, azért is örültem, hogy sikerült őket elvinni. Női labdarúgásba 5. alkalommal indultunk. Mindig célunk volt, hogy a végső sikert megszerezzük. Eddig 1 ezüst, 2 bronz és 1/4. hely sikerült. Úgyhogy most azt gondolom, hogy ez a generáció beváltotta a hozzáfűzött reményét. Korábbiak között is lett volna lehetőségünk, de hát nyilván ez egy olyan játék, hogy adott pillanatban, ha van jobb, akkor ő fog nyerni. Nem az számít, hogy összességében ki a jobb. Most ott voltunk mindenben. Nem volt egyszerű, mert ugye az orosz csapattól 4-2-re kikaptunk, és a második ellenük játszott meccsen ettől jobb eredményt kellett elérni ahhoz, hogy tudjunk nyerni. Én úgy engedtem ki a lányokat, hogy bizonyítsák be, hogy jobbak, mint az ellenfelük. Nem érdekel, hogy hány góllal, ha csak 1 góllal, akkor is, de verjük meg őket. Ugye a hazaiak minden mellettük szólt, nagyon nagy önbizalommal jöttek, és hát hirtelen kaptak 1 gólt, akkor már kevésbé voltak olyan nagy mellénnyel, és amikor a másodikat megkapták, akkor már biztos voltam, hogy csak mi nyerhetjük ezt. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt számomra is, szerintem a sportolók számára is. Összességében hogyan lehet értékelni a sportolók teljesítményét? Ugye most jól sejtem, akkor itt nincsenek komoly elvárások, tehát kimennek egyet a gyerekek, egyrészt világot látnak, másrészt megmérettetik magukat, és ahogyan elnök úr is mondta, ez egy ilyen mini olimpiának is beillik, tehát meg tudják mutatni, hogy mire képesek. Én azt gondolom, hogy egy kicsit úgy nem egy malomba örülünk. Én azt gondolom, hogy nem nekünk kell elvárásainknak lenni, hanem a sportolóknak saját magukkal szembe. Én azt gondolom, ha valaki ilyen versenyre kimegy, az ki akarja magába hozni a maximumot.
ugye bizonyos kötöttségei vannak, mert egy sportágban csak azok az úszók lesznek ott, akinek a város ezen indul. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy világbajnokság, de volt ott 79 vagy 84 város, és onnan a legjobb úszókat elhozták. Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ha valaki követi ennek a ICG-nek a weblapját, folyamatosan felteszik, hogy a 5-6 évvel ezelőtt ezen a játékokon győztes sportoló most olimpiát nyert. Tehát itt azért fordulnak meg olyan sportolók is, akik később valóban olimpiai bajnokok lesznek, nyilván olyanok is, akik abban a városban, vagy abban az adott városban a legjobbak, de összességében ezen a versenyen se tudnak megfelelő eredményt elérni, mert nem tartoznak a sportág elitjébe. De azt gondolom, hogy a sportolók szempontjából ez egy komoly verseny volt, komolyan vették magukat. Ugye úszásról és labdarúgásról beszéltünk, de a strandröplabdát is említsük meg, ők első alkalommal jöttek, 18 csapatos mezőnyből szinte csak oroszokkal kellett játszaniuk, és így a hetedik hely egy ragyogó eredmény, mert azért nyilván aki otthon van, megszokott környezetben, megszokott időzónában, azért az nagyon sok előnyt jelent. Én azt gondolom, hogy mind a három sportágban maximálisat kihozták magukból a sportolók. Hanna, te hogy érzed? Kihoztad a maximumot magadból, vagy egy kicsi még maradt benned? Elégedett vagy, vagy van hiányérzeted? Igen, nekem az volt a problémám, hogy időközben elkapott egy betegség, de ennek ellenére tudtam versenyezni. Meg a helyiek szerintem nagyon kedvesek voltak, és segítőkészek, és ők is támogattak ebben, és igaz, nem ezek a legjobb eredményeim, de ettől függetlenül még elégedett vagyok. Milyen volt megszokni ezt az időeltolódást? Esetleg volt-e valami éghajlati változás, ami az idomulni kellett? Volt-e bármi szokatlan, amivel föl kellett venni, vagy amivel szemben föl kellett venni a ritmust számodra? Hát az itten idő szerint ott hidegebb volt sokkal, és erre nem nagyon készültem így fel, hogy ennyivel. Meg az időeltolódás, főleg amikor Ufába érkeztünk, akkor az arra nagyon nehezen tudtam így átállni, de viszont Moszkvában meg egészen jó idő volt, és ott még egy kis városnézés is belefért, szóval... Te a sport területén képzeled el a jövődet? Igen, mindenképpen. Tehát akkor te versenyúszó szeretnél lenni? Hát, vagy azzal valamilyen sporttal kapcsolatos dologgal foglalkozni. Legyen így, én azt kívánom, de... Mindenek felett szívből gratulálok neked is, csapattársaidnak is, a többieknek is, a labdarúgóknak is, a strandröpiseknek is, hasonló élményeket és sikereket kívánunk majd a közeljövőben is. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, ahogyan a műsor felvezetőjében ígértem, elrajtolt egészen pontosan egy héttel ezelőtt a Szent Márton Kupa, ez egy tekebajnokság, második éve rendezték meg, és idén is számos csapatot várnak, a jelentkezési határidő nem járt még le, hiszen nincs is, folyamatosan lehet rá jelentkezni, hiszen augusztus közepéig eltart ez a bajnokság, úgyhogy most képzeletben látogassunk Szent Királyra. Második alkalommal rendezzük meg most már ezt a versenyt itt a horvát tekézőben, itt Bogát legvégén gyakorlatilag. Egy újabb bizonyíték annak, hogy itt a déli városrészen milyen aktív élet folyik gyakorlatilag ide. Most vendégként jönnek egyébként különböző falvakból, Vépről, máshonnan is csapatok, illetve külföldről is már érkeznek vendégeink. Azt kell tudni, hogy egy hosszabb időn keresztül zajlik, tehát ez néhány héten keresztül zajlik ez a verseny. Mindenki, amikor ez akkor tud jönni, és aztán végén összemérjenek az eredmények, és a szakmai stáb pedig aztán kiértékeli az egészet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen rendezvényt is tudunk itt támogatni. Igazándiból a horvát téka nagyon régóta letéteményese már a teke sportágnak itt egyébként Szombathelyen. Azon kívül, hogy korábban extraligás csapata is volt, most is nagyon stabil utánpótlással rendelkezik, és hát nem szabad elfelejteni, hogy Szombathely legfiatalabb világbajnoka is a horvát tékából került ki. És ez ugye egy pár hónapos történet, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, és továbbra is a támogatásunkra számíthatnak. A horvát téka az 20 éve alakult, addig most a körülmények között hol csempeszkopásban, hol a latexban még meg nem szűnt játszottunk. A csapat zöme átjött ide, és innen alakult a horvát téka.
Hát jelen pillanatban még működünk, ugye ez a 21 éves múlt, most második éve meg elkezdtük a Szent Márton kupát. Hát itt a városrészből, hál' Istennek, mint a képviselő úr, találtunk támogatót, de hát amúgy a, hogy mondjam, a lakók, a környékbeliek minimálisak, akik meglátogatják a tekepályát, inkább külföldről jönnek játszani, Győr-Sopron, Zala megyéből, úgyhogy azért zajlik az élet, úgyhogy nem panaszkodhatunk. A színvonal, hát NB3-ba visszajöttünk, mert kevés a játékos, attól függetlenül, hogy a képviselő is említette, kineveltünk egy ifjúsági játékos, aki május 8-án Rokicsánba 3 érmet hozott a csapatnak, meg hát a magyar válogatottnak. Budapeste 14 évesen, hát bízunk benne, hogy mások is majd csatlakoznak hozzá, vagy ugyanúgy, mint a régmúltban Táplán-Szentkereszti iskolából jártak ide játékosok, ahonnan tényleg a Horváth Lórián, Horváth Márton, akik szintén válogatottságig vitték. Bízok benne, hogy ezentúl is jönnek fiatalok és idősebbek is, nem marad el a kedv a tekétől. Tudni kell, hogy Vas megye a Teke fellegvára, tehát nagyon-nagyon sok világbajnokot, nagyon-nagyon sok válogatottat neveltünk ki, sőt mondhatni azt is, hogy a Superliga NB1-nek a meghatározó játékosai szerepelnek mindenhol, mint Magyarországon, mint külföldön. Ez a kupa ez azért nagyon kedves számomra, mert a Gyula, hogy megrendezi, így nagyon-nagyon sok olyan tekés jön össze, akik nagyon ritkán találkoznak, és a sportbaráti szeretetben ápolni tudjuk ezt egészet. Én 5 éve már külföldön vagyok játékos edző Ausztriában, én is el fogom hozni a szuperligás hölgyeimet erre a versenyre, egy megpróbáltatás nekik, és remélem, hogy jól fognak teljesíteni. Kedves nézőink, ennyi fért mai műsorunkba, én munkatársaim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, sport élményekben és eredményekben gazdag hetet, majd hétvégét kívánok, viszontlátásra! Műsorvezetőnket öltöztette a Still Fashion Kft.